Sziasztok! Ahogyan a legutóbbi alkalommal ígértem, ezúttal a nagykunság lesz a témánk, és már a képből és a címből láthatjátok, egy kicsikét más jellegű lesz, mint az előző órai anyag. Hiszen, mivel a kiskunság a Duna és a Tisza közén, annak is a középső részén fekszik, addig a nagykunság a Tiszán túlon, ugye Tiszától keletre található, és mint a kép alapján is jól láthatjátok, más jellemzői vannak, más természeti adottságok és jellemzők vonatkoznak rá. Felszíne már alacsony síkság, tehát a nagykunságon már alacsony található. Ez azt jelenti, hogy a tenger szinthez viszonyítva szinte közelebb van a nulla méterhez. Ugye emlékeztek, a kiskunságnál voltak homokbuckák, amelyek azért lehettek kisebbek, nagyobbak, tehát ő azért nagyobb esély van a kiskunságon megtalálni a 200 méter tengerszint feletti magasságot, addig a nagykunságon inkább a nulla méterhez, nulla méter tengerszinthez viszonyított magassághoz van közelebb. És a folyók töltötték fel hordalékukkal, nem véletlenül szúrtam be kettő képet, az egyik az a Tisza, ez ugye a bal alsó kép, a jobb alsó kép az pedig a körös folyó. Egykoron ugyanis a Tisza és a Körösöknek az árvize tengerré változtatta a táját, ezt szerintem nehéz elképzelni, de tulajdonképpen az egész nagykúságot ugye, mivel ott folyik hazánk másik legnagyobb folyója, a Tisza, ezért a körülötte lévő területet, ami nem ilyen szép mederben folyt a Tisza, mint ahogyan most, hanem még réges régen beborította az egész területet, és ugye mint az előbb is mondtam, ott nem csak a Tisza van, hanem egyébként még nagyon sok folyó, mondhatom itt a Körös, mondhatom az Agyvát, és azon kívül is még rengeteg folyó található a Tiszán túlon. Szinte az egész területet víz borította, ezért is mondhattuk rá azt, hogy tengeré változtatta a tájat, és ezáltal szétterítette a finom hordalékot és az iszapot. És ez az iszapos talaj, ez még manapság is megvan, és majd a későbbiekben hallhatjátok, amikor majd beszélek róla, hogy ezáltal egy komolyabb, jelentősebb termőtalajt hozott létre. A kijöntött folyók és a nagy árvizek azok egyengedték ezt a területet tökéletes síksággá. A hordalékból és az iszakból termékeny talaj képződött, a nagykonság pedig ezáltal hazánk egyik legtermékenyebb tája lett. Szóval hatalmas, nagy, tengerszerű árvíz borította el ezt a tájat, ezáltal a finom hordalék lerakódott, szétterítette a területen olyan iszap került a területre, amely által egy termékeny talaj jött létre. Tulajdonképpen röviden ez összefoglalva, ha az elmúlt száz éveknek a történéseit a Tisztántólam. A nagykunságon nagyon kevés a csapadék, asszály idején az erős napsütés és a szél hatására a talaj kemény lesz és megrepedezik. Ezt láthatjátok a bal alsó sarokban, ugye ezt más néven szikes talajnak is nevezzük, és bizony az asszály, vagyis a tanultuk, hosszantartó szárazság hatására jön létre ez a repedezett talaj, és ez bizony elég nagy károkat tud okozni a mezőgazdaságban, éppen ezért szerencsére már elég régen kitalálták azt az emberek, hogy ez ellen akkor öntözéssel védekeznek. De hogy ne az legyen, amit még múltkor említettem, hogy a csapról hordják az emberek a vizet, használjanak inkább természetes vizet, és milyen jó, hogy ezt teszik, ugyanis a Tisza vizét vezetik el öntöző csatornák formájában a nagykunságnak a különböző szántó földjeire, legyen az búza, kukorica vagy egyéb, ezt is majd nem sokára megláthatjátok. Télen kevés a hó, emellett viszont hideg és erős szél fúj. Ugye feltétlenül ez sem tesz jót egyébként ezen a területen. A termékeny talajnak köszönhetően azért azt fontos elmondani, hogy hazánk területén itt terem a legtöbb búza és kukorica. Az öntözött földeken bőven terem zöldség, és képzeljétek, képzeljétek termelnek rist is, mert egy ilyen rizsföldet láthatok a bal alsó sarokban, és mint az is nagyon-nagyon jól látható, ott is kialakították ezeket az öntöző csatornákat. Egyébként még azt is azért fontos tudni, hogy Kínában is a rist ilyen öntözéses módszerrel termesztik, ugyanis a rizs termesztéshez tényleg szükség van nagy mennyiségű vízre, ő akkor tud igazán jól megteremni. A búza, mint tudjuk, élelmiszer növény, belőle készül nélkülözhetetlen, nélkülözhetetlen táplálékunk a kenyér, de mellett a kukorica is fontos takarmány növény. Szerencsére búzából és kukoricából nem kevés található nagykunságon a, a tisztán túlon egyaránt. És ezúttal is, csak úgy, mint az előző videóban, szeretnék kiemelni egy fontos, egy jelentős várost. A nagykunság legnagyobb városa a Szolnok, amelyet más néven a Tiszántúl kapujának is neveznek. Nagyon fontos kikötőváros, nagyon fontos közlekedési csomópont, és elég jelentős ipara van. Ezekről is majd egyébként, mármint az iparról is lesz szó majd nem sokára, mert ezek nagyon érdekes és izgalmas dolgok. Láthatjátok madártávlatból a bal alsó sarokban szolnokot, és nagyon különleges hely szolnok, sajnos én még nem voltam ott, szerintem közületek néhány már biztosan voltak, és szolnok azért nagyon különleges hely, mert a tisza és a zagyva ott találkozik, és a tisza és a zagyva torkolatánál található ez a bizonyos szolnok, ami egyébként megyeszék hely, nem árt, ha megjegyzitek, vagy lehet, hogy már tudjátok is, Jász Nagykon Szolnok megyének a megyeszékhelye. Láthatjátok a bal felső sarokban a város címerét, és akkor néhány érdekességet, néhány érdekes képet hoztam még Szolnokról. A jobb felső sarokban a Tiszavirág hidat láthatjátok, egy nagyon szép, gyönyörű, szép, pompás híd, alatta pedig a rozárium, vagy inkább nevezhetjük így is, így is hívják, a rózsák kertje, amelyben szinte az összes, de én úgy tudom, hogy az összes Magyarországon őshonos rózsafaj megtalálható, és láthatjátok, hogy ebben a parkban, a megyeháza mögötti parkban egy gyönyörű szép területen található, ingyenesen megnézhető, körbejárható rengeteg őshonos, ez ugye azt jelenti, hogy Magyarországon termesztett rózsafaj rózsafajt láthattok. Na ennyi lett volna, amit nagykonságról tudni kell. A következő alkalommal még mindig az Alfölddel fogunk foglalkozni. Az Alföldről, mint az ország élés kamerájáról fogunk egy picikét beszélni. Viszont most már, mint a videó végén el kell mondanom, hogy küldök vázlatot is, ne felejtsd el a vázlatot megírni, nem lesz hosszú, mint is azért láthatjátok a videók idejéből is, sem a kiskunság, sem a nagykunság videója nem hosszabb 10 percnél, kevés az a fontos információ, amit le kell írni, de van azért néhány, amelyet mindenképpen ír le a füzetedbe, az szerint, ahogyan a mellékelt Word dokumentumban küldtem. Na vigyázzatok magatokra, keddel jön a következő videó, sziasztok!